Sonora, Mexikó. Mi a célja ennek az akciónak? Na, ki vele? Nem sűrűn fordul elő, hogy a mexikói kormány titokban kiadja az ország leghatalmasabb drogbáróját. Hagyjon már, Tommy. Parancsot kaptunk. Jól van, uraim. Beosonunk, aztán ki. Mindez gyorsan. Van kérdés? Nincs, uram. Woody? Nincs, uram. Spencer? Nincs, uram. Akkor betárazni. Bahia Kino falu, Mexikóban. Legyenek résen! Megjöttek! Buenos, comandante. Érte jöttünk. Hey Santos, levántate! Los americanos vienen por ti! Sí. Y para ti, ¿quién viene? Santos! ¡Puñeta la luz, coño! Gracias. ¡Ándale, tráeme Santos! ¡Vámonos, Santos, vámonos! Señor Santos, ha úriemberként viselkedik, mi is úgy teszünk. Négy halott ifjú, hogy micsoda kár értük. És dobja el a cigarettát. Tommy! Vamos! Őrnagy, társaságot kaptunk! Ideje indulunk! Tillman katonai bázis, Doyle hadnagy irodája. Nem vagyok büszke magamra, uram. Ha volna merszem, főbe lőném magam. De minthogy félek a haláltól, teljes védettséget kérek. Teljes védettséget, vagy nincs alkó.
Santost kivégezték. Azt hiszi, van időn várni, amíg visszahív? Nézze meg az e-mailemet és figyen ki innét most! Mi ez a szemét? Mit gondol, ha? Ez tiszta kokain és nem szemét! Ez be van ütve! Hé, seggfej! Te jöttél hozzánk! Akarod vagy sem? Persze, hogy kell, de nem ennyiért! Pedig ennyi az ára, seggfej! Akkor nincs üzlet! Jó, az neked? A fenébe. Gyerünk, amigók! Sovány malac vágta! Menjünk már! Istenem, én félek! Mit csináljak? Dobd el, dobd el! A pénz itt marad! Sí! Gracias! Nagyon unok már ilyen szarzsákokkal üzletelni. Gondolkodjunk nagyban. Ez itt 2300. Nem rossz pénz az őrmester. Castellano pedig épp most biztosítja a jövőnket. Megállapodtunk. Kapok védelmet? Igen. Igen, megkapod. Te szemét szarházi. Ó, nem. Ne tedd ezt! Róka egy, Róka kettőnek. A védelem biztosítva. Magda Kaskos, Lippai László. Kommandó bázis. További magyar hangok. Cvetkó Sándor, Kökényesi Ági, Holnándor, Gesztesi Károly, Markovics Tamás, Izsóf Vilmos, Gruber Hugo, Juhász György, Balázs Gyula, Albert Péter. Fényképezte Zsák Etken. Zenéjét szerezte Paul J. Zaza. A forgatókönyvet írta Jeff Albert és Hirsch Raffel. Rendezte Markel Lester. Tudom, hogy olyan, mintha a családját vesztette volna el. Az embereim tudták, mit vállalnak. Ez szigorúan titkos akció volt. Úgyhogy ha tudtak róla, hogy a hely nem biztonságos, akkor... Soha semmi nem biztos, John. Tudja jól. Úgy tűnik, Santos embereit egy mexikói kormányhivatalnok értesítette. De ahelyett, hogy megmentette volna, Rosato inkább kivégezte. Elmondja, miért volt Santos oly fontos számunkra. Uram! Jöjjön velem. Őrnagy! Azt hiszem, ismer itt mindenki, John. Üljön le! Hello. Ricardo Santos.
Egy mexikói drogbáról, akit megpróbáltunk kiadatni. Reméltük, hogy információt kapunk tőle a mexikói határtőrző egységek körében elharapózott korrupcióról. Úgy tűnik, saját embere gyilkolta meg. Emilio Rosato. Mindeddig Santos jobb keze. Azért küldték, hogy kiszabadítsa. Ő azonban kivégezte és átvette az üzlet irányítását. Most pedig nézze, kik húztak hasznot szerintünk az önök elleni támadásból. Ő Michael S. Gammon őrmester, a Fort Tillman-i támaszponton állomásozik. Gammon. Nem őt tüntették ki a sivatagi vihar után, mert egy fél kórházat mentett ki egy Scott támadás alatt? De igen. Szép karrier állt előtte, amíg ideg összeroppanás nem kapott. Hamarosan fölgyógyult. Régi formájában tért vissza, de többé nem léptették elő. Miért? Mert összeomlott. És bár 3 éve történt, de a veszély mindig fönnáll. Theodor Knox 10-es, Nicholas Castellano, Richard P. Henderson, mind egy támaszponton. Mindannyian tiszták, habár Castellano zűrös múlttal került be hozzánk. Knox Gammon árnyéka, Henderson a jobb keze. Minden információnkat Stephen Doyle hadnagynak köszönhetjük, aki ugyanitt állomásozik. Úgy tűnik, hogy Gammon és csapata zsíros kenőpénzeket vettek föl Santostól a mexikói határon. Talán már Rosatoval is alkut kötöttek. Akkor ez a belső ellenőrzés dolga, nem az elhárításé. John, ne mondjon rá nemet. Dél-Amerika, Bosznia. Nincs jobb emberünk. Sajnálom, uram, de nem a katonatársak lebuktatására esküdtem föl. Ez nem holmi apró pénzes vétség a határőrségnél. Doyle hadnagy jelentése szerint nagymérvű kábítószer és fegyvercsempészet folyik. Vállalta, hogy tanúskodik a védelemért cserébe. Gammon és társai drogot szállítanak a helyi dílereknek, és fegyvert adnak el helyi kokainbároknak. Doyle hadnagy kétségbe esetten kért segítséget az éjjel. Nem sokkal később meggyilkolták. Egy rendkívül kényes problémát kell megoldanunk, őrnagy. Szükségünk van önre. Ki ott a parancsnok? Albert Becker dandártábornok. Benne lehet? Ezt kell kiderítenie. Andrews hadnagy lesz a helyi összekötője. Ha jól tudom, már dolgoztak előtte is együtt. A Fülöp-szigeteken, uram. Régen volt. Most be lesz drótozva, őrnagy. Nehogy bevizezze. Jó reggelt, hadnagy! Tillman katonai bázis, Kalifornia. Tegnap nagyon jó volt az a csaj. Iratokat! Már is. Köszönöm, minden jót. Magának is. Nem volt rossz motor. Ugyan, vacak japán motor. Mondja, miféle ember maga Dalton? Uram! Több kitüntetése van, mint amennyi folt egy dalmatán. Uram! Szerintem mégsem lehet annyira kivételes katona, hogyha minket kértek fel arra, hogy rázzuk kisé rendbe. Nem, uram! Teljesen tisztában vagyok a rangommal, fiam.
Ha emlékeztetőre lesz szükségem, akkor majd kérek az elnöktől. Tehát, gondolja, hogy képes lesz katonához méltóan viselkedni, Dalton tizedes? Igyekszem, tábornok! Igyekszik. Azt mondja, igyekszik. Hadd mondjak valamit, fiam. Csupas seggű közkatonává fokozom, ha itt nekem bármi gondot okoz. Mi itt nem szarakodunk, komprende? Komprende, tábornok. Helyes. Lelépni. Négy kezdőütés, uraim! Egy, kettő, három, négy! Ez az! Ismét! Egy, kettő, három, négy! Újra! Egy, kettő, három, négy! Értem, menni fog! Még egyszer! Teljes erőből! Egy, két, három! Castellano! Igen, uram! Maga jön! Még egyszer! Jó reggelt, őrmester! Dalton tizedes jelentkezik! Magához osztottak be, remélem jó helyem lesz! Ez magán múlik, tizedes. Hamarosan rájön. Pihenj! Figyelje! Ez az első napja. Ma jó dolga lesz. Mit szól hozzá? Köszönöm! Nax! Ide hozzám! Nax tizedes, Dalton tizedes. Lássuk, tud-e harcolni? Uraim, az arénába! Tizedes, na holmiát csak tegye oda! Igen, ura! Megeszed, nagy testvér! Dalton! Fogja! Ez meg ki, őrmester? Anderson, Castellano, beszállni! Gyertek szépen! Még mindig annyira biztos vagy magadban, ha? Elég, Dalton! Azt hiszed, beszartam! Dalton, elég! Ereszel, Dalton tizedes! Rögtön, megértette? Legközelebb megnyúzlak. Megtudjuk! Igazán jó dolgom volt, őrmester. Engedélyt kérek mosakodni. Uram! Leléphet. Tűnjön innét.
Mondjátok, mi a fene volt ez? Szerencséje volt. Parancsot kaptunk. Kapja össze magát, aztán tűz. Igyekezzen! Szedje már végre össze magát, ember! Kalifornia és Mexikó határa. Tilos az átjárás. Szakasz, pihenj! Emberek! Újonc jött! Eligazítás jön! Elsőként feladatunk rendkívüli fontosságát hangsúlyozom. A kaliforniai-mexikói határon járőrözünk, hogy visszatartsuk, és ha kell, elfogjuk mindazokat az alávaló külföldi személyeket, akik megpróbálják gyönyörű országunk határát átlépni, megfelelő okmányok nélkül, például drogcsempészek, bűnözők, vagy sima seggfejek. Dalton, van kérdése? Nincs, uram! Helyes. A többiek Henderson, Knox, Castellano átmennek és ellenőrzik a másik szektort. Van kérdésük? Nincs, uram. Helyes, Jackie Chan dublőr barátunk velem marad, hogy tovább nyalogathassák a sebeiket. Igenis, uram! Dalton, a körmére nézek. Olvastam a jellemzését. Nem véletlenül került az én szakaszomba. Itt vagy megszokik, vagy megszökik. De egy dolgot tudnia kell. A segnyalásnál jobban semmi nem dühít. Udvariasan megjegyzem, uram! A maga segge nem az esetem! Látják, fiúk? Egy kis humor milyen lefegyverző lehet. Meg ne próbálja szétcseszni a szakaszomat, Dalton. Igenis, uram! Mire várnak, hölgyeim? Tapsa, talán nem hallották a parancsot? Vigyázz, Knox, nehogy elpaskolja a popsidat. Dalton, jöjjön! Fogja meg, és figyelje ott a gerincet. Sört? Ez nem kérdés, parancs. Köszönöm, uram. Még tanulom a szlenget. Akkor hadd segítsek ebben. Errefelé én vagyok az Isten. Becker tábornok szeret és tisztel. Rám bízza a szakasz vezetését. És most jól figyeljen ide. Ha engedelmeskedik a parancsaimnak, esküszöm Istenre, olyan jó dolga lesz, mint amilyen még nem volt. Már a sör is valami. Pedig ez még csak a kezdet. Róka egy, Róka kettőnek. Sehol semmi. Róka kettő, Róka egynek. Itt nincs semmi, vétel. Mozgást látok, őrmester. 10 óránál. Már látom. Róka kettő, Róka egynek, vétel. Csörgőkígyó a gerincen. Induljanak. Gyerünk gyorsan. Rettem, megyünk. Jöjjön, Dalton. Lehet, hogy semmi gond. Én vagyok a főnök, értve? Igen, uram. Még valami. Pia és fegyver nem passzol. Dobja már el!
amerikai határőrség, kiszállni gyorsan! Kezeket fel, hogy mindent lássam! Kezeket fel! Látni akarom! Kéz a fej fölé, gyerünk gyorsan! Nem látsz jól, hombre vagy, ez valami vicc... Még mindig viccesnek tűnik, kis haver! Castellano! Szép munka, Dalton. Meghalhattunk volna. Jól van, ennyi elég. Mutassa a papírjait, amigo. Gyorsan! Hé, lemaradtam valamiről. Játsszon tovább, ahogy kell, és mondja meg Rosatónak, hogy mindent megmagyarázok, oké? Őrmester! Találtam valamit. Na és mit? Erre mit lép, amigo? Azt se tudom, mi az. Talán megkóstolnád? Jól van, elég volt. Adja ide! Forduljon meg, kezeket a kocsira! Mondom, a kocsira motozás! Ember, ezt nem tudom elvinni! Oh. Puta! Tiltott anyagot próbáltak becsempészni az Egyesült Államok területére, ezért most meglakolnak. Én a helyedben több tiszteletet adnék az őrmesternek. Sajnálom, őrmester. Jól van, emberek, vigyük be őket. Jól van, amigo, kezeket a fej mögé. Vamos, muchachos. Felállni. Gyerünk, mozgás, mit mondom, kezeket fel. Andale, andale. A hammerba velük. Nax, vigye a csempészárút. Értettem. Őrmester úr, rühellem ezeket a tetveket, meg a papírmunkát. Szerintem megdolgoztunk a pénzért. De maga a főnök. Nem rossz. Köszönöm. Köszönöm. De azért jobb lesz, ha ezt is inkább leltárba vesszük. Nax! Igen, uram? Vegye ezt is leltárba. Igen, uram. Köszönöm. Szép munka volt, katona. Ezzel nyert nálam egy italt. Igyekszem, uram. Szevasz, Dave! Hogy vagy, kopasz? Látod ezt a kevény húsú kis retket, Nax? Mindjárt elsápadok. Szépen mozogjál! Jó ez a whisky. Muszáj neki. Saját szerzemény. Uram, mondhatnék valamit? Persze. Ki vele? Lemondott egy kötek pénz. Tudja, mióta vagyok katona? Már majdnem 10 éve. 17 éves voltam, amikor beléptem. Újonc korom óta egyetlen szabályt sem szedtem meg. Pusztán pénzért nem adnám el a lelkemet. Igyekszem elérni valamit. A többi srác, Henderson és társai, nem igazán értenek. Tetszik, amit mondtak? De elég a meséből, beszélje magáról. Mi hozta a seregbe? Az apám. Titkos akciókat vezetett a hidegháború alatt. Többet tett az országért, mint sok tábornok. De elismerést nem kapott. Helyette is szerettem volna plecsnit kapni. Azt hittem, hős leszek. De összeütközésbe kerültem bizonyos szabályokkal. Nekem sem úgy jött össze minden, ahogy vártam. Akár csak magának. Az én első szabályom így hangzik.
önmagán csak maga segíthet. Mert ha eljön az idő, rájövünk, hogy ugyanúgy jártunk, mint az apáink. Nem számíthatunk sem a politikusokra, sem az egyenruhára. Csak is egymásra. Rá se ráncson, hogyha iszom, szentimentális vagyok. Lazítsunk, mert hosszú még az éjjel. Inkább hagyjuk, hogy ezek a gyönyörű szenyoriták szétszedjenek minket. Mondd valamit, őrmester. Kösz az italt. Egészségére. És uram, ha jelent valamit, én értem. Ezért mondtam el. Ezért. Oxenbergnek igaza volt. Ezek nem holmi kis vállalkozásba kezdtek. Megtudtál valamit? Az ösztöneim súgják. Az első őrjáraton lekapcsoltunk néhány piti csempészt. Gemon szabályos volt, de éreztem, hogy játszik. Másnap nélkülem mentek ki őrjáratra. Vagyis még nem bízik benned? Csupán időkérdése az egész. De már nem tarthat soká. És tudod miért? Mert kedvel. És valahogy én is csípem. Ez nem igazán jó ötlet, John. Az ő számára te vagy a végzett. Figyelj, Anderson! Tudod, mit hallottam az izomagyúakról? Na, mit kezdtük? Azt, hogy a szexuális frusztráció élő pintái. Hülye gyerek! Bocsi, öreg. Örmester úr? Folytassák csak, fiúk. Látom, aktívan pihennek. Igyekszünk formában maradni, őrmester. Nagyon helyes, Nax. Kitaláltam néhány gyakorlatot, hogy segítsek ledobni némi súlyfelesleget. Maga velünk tart, Dalton? Igen, uram. Mit gondolnak? Vigyük? Igen, vigyük. Rendben, de azért tudnia kell, hogy ezek nem szerepelnek a kiképzési tervben. A részvétel nem kötelező. Érti, amit mondok? Pontosan értem, uram. Nagyon helyes. Kapják össze magukat. Itt jó lesz, fiúk. Azt hiszem, maga is így tenne. Igen, uram. Jól van, fiúk. Fordulj meg! Fordulj meg! Nyugalom. Nyugalom, szép fiú. Alaposan. Hé! Hey! Lazíts! Tiszta a srác. Miért? Mit vártál? Csupán elővigyázatosság. Igen, nehéz időket élünk, és igen, fontosat is. Nem, mintha nem bíznánk magában, Dalton. Biztosnak kell lennünk. Maga mondta, hogy az apja kém volt, nem igaz? Ez igaz, de nem ő vagyok. Hiszek önnek. Szedje rendbe magát. Jól van, fiúk, lássunk munkához. Most arra Rozától már megnyugodhatott. Vagyis az üzlet mehet tovább. De azok a fiúk, akik most jönnek, Pablo emberei és nem Rozátóé, igaz? Hozzák a fizetésünket. Azt várják el tőlünk, hogy vágjuk zsebre a pénzt. És eresszük el szépen őket, mint ahogy mindig is tettük. De én azt mondom, soha se elégedjünk meg ennyivel. Mikor a nagy lóvé a szállítás és az elosztás. Vegyük át Los Angeles-t. Iktassuk ki Pablót. Mit szólnak hozzá? Igen, uram! Nem hallottam jól! Igen, uram! Ne uramozzatok, egy csapatban küzdünk. Figyelem, mindjárt itt lesznek. Megállni, amigos! Hallgán, fiúk, le a platóról, gyorsan lepattalni, gyerünk gyorsan! Kiszállni! Ugrászok elé, mozogjatok már! Te hallottátok? Gyerünk már!
Egy-kettő, álljon oda! Hola, amigos! Szép napunk van ma, compadre! Ha, úgy van! Hogy van? Hozott nekem valamit? Ah, dinero! Gracias! Gracias! Muy bien! Henderson majd mindenről gondoskodik. És most mi van? Annyira bánjuk azt, hogy a társaitokkal bántunk, hogy segítünk beteljesedni egy régi álmatokat. Milyen álmot? Hogy itt halhassatok meg az államokban. No, my pistero! Tartozom neked, Dalton! Nézzetek körül, nincs-e még valaki? A kocsi tiszta, főnök! Henderson! Minden tiszta, főnök! Na lássuk, fiúk, miből élünk. Ez aztán az öt találat! Látjátok, fiúk? Gyerünk, varjátok el ládástól, és tegyétek át mi hozzánk. Jön a második fázis. Elvisszük Pablónak. Szép munka volt, Dalton. Gyerünk, kocsira föl. Kösz, Castellano. Az üzletet védjük. Jól van, uraim, megérkeztünk. A fegyvereladásban nincs semmi rossz, de higgyétek el nekem, ez a mocsok Pablo milliókat keres drogterítéssel Los Angelesben. De nekünk van valamink. Merszünk és hátterünk. Ezért kell most beszállnunk. Ez itt háború. Vagy győzünk, vagy meghalunk. Mutassuk meg nekik, kik is vagyunk. Irány a keleti negyed. Ott vár a kánoán. Óvatosan taperold. Mi jót hoztál? Látom, a problémák nem lassítanak. Pont ellenkezőleg. Itt a pénzem. Lássuk az árut. Mutasd meg nekik. Nagyon szép. Fizesd ki, Ray. Ez 50-nel kevesebb. Mégis miről beszélsz? 25-ről volt szó. A fegyverekért igen. Na és a kokain? Miféle kokain?
Dalton. Ray, te tudsz kokainról? Mm-mm. Fegyverről volt szó. Ezt hol szerezted? Rosato szállítja az árut, de én biztosítom az utat. Pedro. Pablo! Pofádat pedig befogott, Pedro. Én vagyok a főnök. Megértetted? Comprende? Mostantól én hozom a cuccot neked, és te csupán eladod nekem. És ha ezzel bármilyen gondod volna, Pedro, a mocskos kis üzletedből szép nagy temetőt csinálunk. Tik-tak, tik-tak, Pedro. Az időm drága. Üzletember vagyok. Nem, papító. Csak egy hulla vagy. Matteo! Roberto, Manuel! Mingo rapido! Bocsi, fiúk. Roberto és Manuel, hogy is mondjam, sziesztázni mentek. Hops! Na ez meg hogy lehet? Kezeket fel, Pedro. Kezeket fel, gyerünk fel, magasra, hadd lássam! Pablo, egyezz meg! Mielőtt mindketten meghalunk. Okosabb annál, hogy megöljön. Tudja, hogy a katonáim üldözni fogják. És lemészárolják, mint egy marhát. Hát, azt hiszem, komolyan túlbecsülöd az embereid hatékonyságát, Pedro. Komolyan. Nax! Véres lett az arcom, Ray? Szerinted kéne rá még? Mit mondasz, Ré? Szerinted te is el tudnád vezetni ezt a kócerájt. A pénz a csomagtartóban van. Kérlek, számíts be a következő szállítmányba, és vidd a kocsit is. És persze, te vagy a főnök. Igen, én vagyok, Ré. Jól beszélsz. Gracias, amigo. A viszontlátásra. Indulás, fiúk. Ja, és Ré. Vegyél föl néhány jó testőrt, hogy ne izgulj. Na, indulás! Egy kis ajándék. Mi van rajta? Az előadásom, ahol csempészeket ölök, katonai fegyvereket lopok. És mindezt élesben. Tudsz valamit Beckerről? Még semmit. A helyzet az, John, hogy szeretnénk, ha még maradnál egy kicsit. Tudnunk kell, hogy Becker benne van-e. Számítottam rá. Nézd, John. Jó, ha tudod, hogy csak az eligazításon részt vett emberek tudják pontosan, hogy ki vagy. Vagyis nincs hátterem. És ha a dolgok rosszra fordulnak, elvesztem. Ezt nem hagynám. És a tábornok sem.
Tudod, mi a vicces? Hogy egyedül csak azokra számíthatok, akiknek vadászom. Szóval, megmondtad a Los Angeles-ieknek, hogy mostantól mi vagyunk a télapó? Igen. Rozátóval mi van? Rajta vagyunk. Igaz, Dalton? Igen, így van. Még a héten. Fiúk, velünk csökkennek a veszteségei. Ráadásul kevesebbet is kérünk. Hidd el. Na igen, nem fogja siratni Pablót. Hol a fenében voltál? Már majdnem éhen haltunk. Három boltban is volt, amíg kaptam olyan jégkrémet, amilyet szeret. Dicséretes Henderson tizedes. Ha bungee-tok és cicit képzelek rád, azt hiszem, hogy te vagy az anyám. Ó, valóban? Mondd csak, nem a te jó anyád volt, akivel egész ilyen izzadtam $5? Lehet, de minden centjét megérte. Vidd azt a rozsdásszart a pofámból. Állítsátok le magatokat! Henderson, tedd le a segged! Knox, fejezd már be! Mondani akarok valamit. Tudjátok, nagyon sokáig tartott. Még rájöttem, miért is érdemes élnem. Azért vonultam be, hogy hősként szolgáljam a hazámat. Később már sok pénzt és hatalmat akartam. De csak most jöttem rá, hogy mi az, ami mindennél fontosabb. Hogy legyen örökösöm. Legyen valaki, akinek elmondhatom, hogy amit elértem, azt én értem el. Minden, ami vagyok, és ami majd leszek, minden ő érte van. Igazán egyszerűen hangzik, nem igaz? De hogy lehetne örökösöm az, akiben többé nem bízom? Odaadó és nagylelkű atya voltam, de sajnos elárultak. Elárultak, mert amit nyújtani tudtam, nem volt elég. Az örökség. Az én örökségem. Nem volt neki elég. Átkozott áruló! A francba! Alkut kötött révvel. Kokaint lopott és adott el. Rétől nem is várhatnék mást. Na de Henderson! Csaszd meg! A figyelmemet semmi, de semmi nem kerülheti el! Remélem, seggfejek, ezt az eszetekbe véstétek. Dalton, gyerünk, és hozd a jégkrémemet is. Knox! Te meg takarítsd ezt el. Ennek elment az esze. Calabrese közlegény. Éppen most kaptam a hírt, hogy Richard P. Henderson tizedest holtan találták. Önkezőleg vetett véget életének. Értesítenünk kell a hozzátartozóit, és meg
kell tenni a szükséges lépéseket a temetéshez. Há, szégyen, hogy így ért véget egy ígéretes katonasors. Igenis, tábornok úr. Amikor Richard P. Henderson a parancsnokságom alá került, szüleivel az oldalán jelentkezett nálam. Ők azt kérték tőlem, hogy viseljem gondját a fiúknak. Látszott, hogy büszkék rá, és erre meg is volt minden okuk. Mi katonák elkötelezettek vagyunk, és magas erkölcsi normák szerint élünk. A kiképzés hosszú és nehéz, és ennek során a tökéletesség oly fokát érjük el, amelyen legyőzzük a nehézségeket. De állandó nyomás nehezedik ránk, és néha nem veszük észre annak jelét, hogy vannak társaink, akik a terhet nem bírják már tovább. Rick Henderson élete önön kezétől ért véget. Ám mindez semmiképpen nem az ő szégyene, hanem a miénk. Ezért bocsánatát kérem, és az önökét is. És imádkozom azért, hogy a fiúk lelke bejusson a mennybe. Fiaim, ez a munka dicsőséget hoz számunkra. José Málo, Los Angeles keleti felének ura. A legnagyobb konkurenciánk. Na most, Pablo gyenge volt, hogy legyőzze. Mi viszont képesek vagyunk rá. Vagy nem? De igen, uram. Castellano? Már látom, Holton, uram. Te mit mondasz, Dalton? Vége van. Akkor ezt megbeszéltük. Erről ennyit. Kelet Los Angeles, Kalifornia. Végeztünk, mozgás! Gyerünk, Dalton, mozgás! Emeld már a segged! Tiszta! Menj már! Itt sincs senki! Gyerünk! Irány a kocsi! Castellano! Uram! Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Hátra figyelj! Fedezlek, mellette! Gyerünk! Teljes gáz! Ez meg volt. Fiaim, most magunkat ünnepeljük. Bátran harcoltunk. Profi módjára. Nem tépem tovább a számat, de jó néhányat csekkbe rúgtunk közülük. Erre büszke vagyok. És van is mire? Figyeltem mindegyik őtöket. És tudjátok, hogy mire vagyok a legbüszkébb? Hogy nem holmi divatja múlt ideálért öltetek, hanem azért, amiért én is. Mert hisztek a jövőtökbe. Abban, amit Amerika nem adott meg nekünk. De mi most felépítjük. Javaslom, hogy ígyunk a jövőre. Magunkra és társainkra. Kevesen maradtunk. Legtöbbünk már halott. Megnézem a vészektort.
Hé, hey, Dalton! Hé, hey, hozzád beszél! Van még egy elintézetlen ügyünk. Volt egy bátyám. Rég meghalt. Isten nyugosztalja. Én mondom, hogy nála klasszabbat nem ismertem. Már te vagy a testvérem, Dalton. Ahogy ti mind. Mi voglio! Molto bene! Cielta la mia famiglia! Kinta, meg a piámat! Na, hazaviszem a kis testvérünket. Vidd a kabátját és aludj egyet. Ülj le. Szerinted Málo vette az adást? Tartok tőle. Ahogy terjeszkedünk, annál feltűnőbbek leszünk. Emiatt nem kell aggódnod. Úgy gondolod? Al Capone nem volt feltűnő. A gyilkos testvériség, John Gatti vagy a Gambino család. Mindenki ismerte őket, de elkapni őket az egészen más dolog. De ők nem voltak hivatásos katonák. Engem csak ez aggaszt és Becker tábornok. Beckertől nem kell tartani. Vajon engem miért nem izgat? Láttad már nekem parancsolni? Láttad? Nem, soha. És mást sem soha. Mint az Egyesült Államok hadseregének őrmestere, egy dolgot megtanultam eddig. Mégpedig azt, hogy a hősöket és a gyávákat egy azon anyagból gyúrták. És tudod, hogy mi az? A félelem. Tisztelni és félni ugyanaz. A végén Arlingtonban temetnek majd el egy nap. De addig is. Hadd féljenek tőlem, mint Los Angeles keresztapjától. Érted, amit mondok? De addig is. Hadd féljenek tőlem, mint Los Angeles keresztapjától. Érted, amit mondok? Ne mondd, hogy ez nem elég. Hogy nem jobb, mint egy aláírt vallomás. Ez nem vallomás, John. Csupán fölvázolt az igazságszolgáltatás korlátait. Baromság! Ezzel a hülyeséggel nem etetsz meg! Csak az ördög ügyvédjét játszol. De én együtt élek az ördöggel, tudod? Része lettem ennek, és most már elég! Ki akarok szállni, mielőtt átveszi Los Angeles-t? Mi van, ha tanúskodom? Talán nektek még az sem volna elég, ugye? John, kérlek, hallgass ide, oké? Ide figyelj! Persze, hogy el tudjuk kapni. Castellanót és Naxot is. Csak hogy most nem Al Capone-t kell elkapni. Ez itt a mi saját szemetünk. Tudod, nekem sem mondanak el mindent. De tudom jól, a Pentagon nem megy bele olyan tárgyalásba, amit elveszíthet. Ó, John, kérlek, maradj még, csak még egy hetet. És ha mégsem jutunk el a csúcsig, kihozunk. Bolond húzás volt Málo ellen menni. Mit beszél az utca? Te, az, hogy egyszerűen őrült vagy. Feltörsz a semmiből, fegyvert árulsz, meg minden. Mit akarsz? Mindent.
Mindazt, ami az enyém, Ray. Ennyit kell tudniuk. Igen, de a fekete leves csak én kapom. Málón a sok barátja van. Már nem vagyok biztonságban. Mondtam, hogy gondoskodom a biztonságodról, vagy nem? Máló a környéken született. Én viszont nem, és te sem. Csak nem azt akarod mondani, hogy ezért volnék diszkriminálva. Ezt akarod mondani? Hát ez érdekes. Te hülyének nézel. Dalton, szólj, hogy hívjam fel az ügyvédemet. Még a végén be kell perelnem őket. Igen, őrmester. El kéne gondolkodnod. Na igen. Engem hívj, ha máskor üzletelni akarsz. Ízléses darab. Gyerünk, Dalton. Figyelj, Dalton! Nagyon örülök, hogy ő ezt ilyen könnyen veszi. De nekem egy csomó hentes pályázik a fejemre! Maradj csak a könyvelésnél, Ray. Biztonságosan. Ember, ne nézz hülyének! Ha az volnék, akkor már halottabb lennék, mint Pablo. Ha így folytatja, még a végén a saját farkára lép. Próbáld meg féken tartani! Érted? Megteszem, amit tudok. Dalton! Bármikor. Szerintem Ray egy kétszínű szemét. És csak a nagy szívemnek köszönheti, hogy még itt rontja a levegőt. Aggódik a biztonsága miatt. Ez azt hiszi, hogy elfelejtettem a dolgot Hendersonnal. Ez tényleg egy igazi patkány. De már nem sokáig. Megszabadulok tőle még időben, hidd el. Ha megölöd Ray-t, az olyan, mintha nyugdíjaznád magad az üzletben. Hé, mi a felét művelsz? Ki mellett állsz, Dalton? Mert épp Rosatohoz megyünk megbeszélésre, és nem hagyhatom, hogy széthúzást lásson a sorainkban. Szóval velem vagy? Igen. Kifelé? Szállj ki azonnal! Ki a tetves kocsiból? Szállj ki, de azonnal! Most meg mi ütött beléd? Há? Te nyomvajás! Lőj le! Nesze! Lőj le! Fogd meg ezt a pisztolyt, és lőj agyon! Már nincs kiszállás, tudod? Túl sokat fektettem beléd. És aki nincs velem, az ellenem van. Úgyhogy állíts meg, vagy én lőlek agyon téged. Ez itt már vérre megy. Hogy mennek a dolgok oda? San Luis Rio, Colorado, Mexikó. És minden kész. Igen. Ez fantasztikus. Igen. Barátom, nem bántalak meg, ha egy percre elrabolnám a barátodat? Egy apró személyes ügyről van szó. Semmi gond. Nagyon figyelj. Tudja, milyen fontos számomra az együttműködés? Nekem is. Én sosem szólnék bele a dolgaiba, de muszáj elmondanom, hogy a múltkor egy emberemnek, compadre, Dalton ismerősnek tűnt. Ma újra megerősítette, hogy látta abban a csapatban, amely Santosért jött. Az pedig katonai hírszerzést jelent. Nem szólnék, ha az emberem nem lett volna teljesen biztos benne. Alejandro! Biztos vagy benne, hogy ő az az ember, akit Boca Diablónál láttál? Sí, padrone! Van más is, aki azonosíthatná.
Kevés emberem élte túl a harcot. Padron. Alejandro. Gracias, amigo. Tudja, értékelem a jó szándékát és az aggódását. De az embere biztosan téved. Mára eleget hallottam, úgyhogy végeztünk. Menjünk. Mi történt ott hátul? Ne is törődj vele. Minden rendben Rosatóval? Úgy volt, ahogy mondta. Személyes ügy. De elintéztük. Újra minden kerek. Ma estére mit terveztél? Gondoltam, hogy még ma éjjel átnézem a könyvelést. Túl sokat dolgozol. Velem tartasz? Azt biztos, hogy nem, compadre. Én csak főnök vagyok. Hívd Oxenberget. Na persze, de nem lehet. Most rögtön. Ez lehetetlen. Nem, nem lehetetlen. Vedd fel és tárcsázz. Kérlek. Oxenberg beszél. Itt Murphy. Azt hiszem rájöttek. Biztos ebben? Valami történt ma Rosatónál. Ne kérdezze, mert nem hallottam. De Gemon majd szétrobbant. És szerintem miattam. Rendben, Joe, lazítson, ki fogjuk hozni. Telefonálnom kell, vissza fogom hívni a Pentagonból 20 percen belül, rendben? Nem biztos, hogy van még annyi időm. 20 perc. Rendben. Jól van, tartson ki, fiam. Ugorj be! Ülj már be, siess! Lekéstem. Már elment. A felébe, hát ezt nem tudom elhinni. Őrmester, nem biztos, hogy Dalton patkány. Átkutattam a szobáját az utolsó szögig, és semmit sem találtam, vagyis tiszta. Persze, akkor is tiszta volt, amikor először átkutattuk. Azt mondta, amit akartunk, és azt tette, amit vártunk, igaz? Tudja, mit mondok én, Castellano? Ha rájövök, hogy palira vett, apró darabokra tépem és lehugyozom a maradványait. Uram, ha tényleg átvert, ezt fogom tenni én is. De amíg biztosak nem vagyunk a dolgunkban, muszáj lehiggadnunk. Rendben, lehiggadunk. Akkor lássuk. Ha ránk vadászik, nem egyedül teszi. Kell, hogy legyen társa. Mit tudunk a barátnőjéről? Nem igazán sokat. Akkor látogassuk meg. Rendben. Uraim!
Épp az imént beszéltem Murphyvel. A helyzete egyre melegebb. Azt akarom, hogy komoly támogatást tudjanak nyújtani neki. Tudjuk, hogy Gemon a Los Angeles-i drogüzlet csúcsára tör. Ezért fontos ismernünk minden információt, mielőtt döntést hozunk. Letartóztatni akarunk, és nem katonailag fellépni a saját bázisunk ellen. Bár ez sem elképzelhetetlen. Murphy őrnagynak azt ígértem, hogy 12 órán belül ki fogom hozni onnan. Andrews hadnagyot Washingtonba rendelem. Szép jó estét! Hová ilyen késői órán? Ismerjük egymást? Épp munkába siet? Későn kelő nyuszi fonnyatrépát kap. A farkasok is hajnalban járnak. Nem szokásom nőket ütni. Tényleg nem. Úgyhogy könnyítse meg a dolgom, és mondja el, mit tud Dalton tizedesről. Az, hogy szimpatikusabb magánál, ha megbocsát. Egy pillanat. Hozd a táskát! Anderson, Gemon, Castellano, Knox és Becker. Gyerünk, kössük ki! Fogom! Akkor jobb! Azt adja ide. Tartja? Igen. Ébresztő kicsit. Na szívem, itt ért véget az álomvilág. Menjen azonnal a rendészekhez, és mondja azt nekik, hogy Dalton tizedes vesztegetést követett el, értette? Igen, uram. Azonnal tartóztassák le, amint a bázisra beteszi a lábát. Értettem. Akkor menjen. Uram, felhívja Becker tábornokot? Ha jónak látom. Valami gond van? Maga a főnök. Így igaz. Jól van. Ide hallgass. Ha sikoltasz, szép nagy raktapaszt kapsz erre a pici kis ajkaidra. Ha okosan beszélsz, még sokáig élhetsz, hogy segíts kijutnom. Rendben? Jól van. Lássuk. Ennyi az egész? Ez minden bizonyíték, ami ellenem van. Mesélj, kis bébi. Vajon csodás a világ? Csodás a világ, kis bébi. Ki vele? Innen nem igazán. Ne próbálj palira venni, te kormányseggét nyaló kurva. Oké? Hogy ne feledd, kivel állsz szemben. Az bizonyos, hogy nem rólam mintázták a lovagiasság szobrát. És péppé verem a fejedet, ha nem teszed magad hasznossá. Még egyszer kértem, nyugodtan és szépen. Hol van Dalton? És van-e még más is ellenem? Nem tudom, hogy most hol van. Azt viszont igen. Ha visszajön, ki fog nyírni? Majd meglátjuk. Kezeket magasba, hogy jól láthassam! A műsornak vége, Dalton. Vagy akárki is vagy.
Rosato embere lebuktatott, és Castellano most újságolta, hogy Gemonnál van a nőd. Oda kéne vinnem hozzá, de inkább itt helyben elintézlek. Képes volnál rá puszta kézzel is? Mint egy férfi? Nem. Keményebb vagy nálunk. Ezt mind tudjuk. De tudod mit? Nálam fegyver van! Most véget! Mester! Bejártam az egész bázist. Riasztottam mindenkit. De még a színét sem látta senki. Felszívódott. Hol van Max? Nem bírtam elérni őt rádión. Látom, a hölgy nem akart együttműködni. Nézd! Ott jön Dalton! Álljon meg! Megállni! Parancsunk van, hogy letartóztassuk Dalton tizedes. Szálljon ki, kérem! Kezeket fel! Szeretném, ha tájékoztatna végre. Max kiment a rejtek helyre. Még nem szólt vissza, uram. Mi van a barátnőjével? Még nem sikerült szóra bírnom, de valószínűleg több bizonyítékuk van, mint ami nála volt. Szinte biztos, uram. Tudod, Mike, amikor ebbe belekezdtünk... Azt hittem, okos lépés lesz, ha támogatlak téged a háttérből. De most annyira elcseszted a dolgokat, hogy kezdem megbánni e döntésemet. Nem értem, értem, Tudi tábornok. A neve egy szalagon sem szerepelhet. Mert az egyetlen, aki tudja, hogy benne van, én vagyok. Tudja, Mike? Ha most segít, uram, én is segíteni fogok. Ne etessen a bajtárs szobájával! Eladná még a saját anyját is, ha kell! Találja meg a patkányt, és lője agyon, mielőtt mind lebukunk! Most már késő, tábornok! Jöjjön el az asztalától! Maga... teljesen félreérti ezt a helyzetet, tizedes. Valóban? Ez talán majd eldönti a hadbíróság. Én semmi olyat nem tettem. Gemon elkapta a társamat, úgyhogy vagy odavisz hozzá, vagy megtöltöm ólommal. Hol vannak? Még jóvá teheti tábornok. A kaszárnázban. Halló, itt Gemon. Örmester úr, Dalton tizedes lelőtte Becker tábornokot. A fenébe, oda megyek. Te pedig maradj nyugton. Rögtön jövök. Gyerünk. Ez az.
Ez valóban Dalton csipje. Castellano, kifelé! Emeld a nagy sekket, mozgás! Intézzel, de nagyon gyorsan! Patkány! Hátulról melbeszúrtál minket! Gondolod, Gemon törődik veled? Csak annyira, amennyire Hendersonnal is! Ő áruló volt, ahogy te is! Azt kapta, amit érdemelt! És ha nem szállsz ki, téged is magával ránt! Ez az utolsó esélyed! Tedd le a fegyvert! Jól van. Ha ezt akarod, vedd el!
a fegyvert! Lazíts, kompádre! Nyugalom! Miféle katona vagy te? Semmi hűség nincs benned. Hűség? Te okoztad az embereid halálát! Nulla vagy, Gammon! Még katona sem! Egy drogdíler! Aki vesztett! Még nem vesztettem! Amíg van fegyverem! Kompádre! Légy jó fiú és dobd el a fegyvert! Hogy én is a barátnőt kisétálhassunk! És ki tudja? Talán életben hagyom. Dobd el a fegyvert! Vagy elcsúfítom. Légy okos, fiú. Na, őrmester, lőjön! Egész jó ötlet. Jól vagy. Igen. Tűnjünk el!
Magyar hangok. Lippai László, Cvetkó Sándor, Kökényesi Ági, Holnándor, Gesztesi Károly, Markovics Tamás, Izsóf Vilmos, Gruber Hugo, Juhász György, Balázsi Gyula, Albert Péter. Magyar szöveg László Attila, hangmérnök Salgai Róbert, vágó Makai István, gyártásvezető Czobor Éva, szinkronrendező Faragó József. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Forgalmazza a Mirax.